A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Világszerte tombol az asszály, azt hiszem, hogy ezt mindenki érzi, a köznapi ember is, és természetesen az agrárgazdaság szereplői nem különben, sajnos tegyük hozzá, hiszen befejeződött a búza aratása, illetve előttünk áll a kukorica napraforgó, nőttek az input anyagárak. Erről fogunk beszélgetni, hogy mi a teendő, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért is felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. No hát befejeződött Fejér megyében, a Mezőföld szívében itt az aratás. Hát azt gondolom, hogy olyan eredményekkel, amire számítani kellett nyilvánvaló, de ennek ellenére ez megrökönyödést keltett mindenütt, hiszen ez borzalmas története. Igen, teljes mértékben az. Azt kell mondani viszont, hogy árpa vonatkozásában Fejér megye a kiemelkedő termésátlagú megyék közé tartozik, még ebbe a nagy ínséges időbe is, és ez lényeges dolog nyilvánvaló a Fejér megyei gazdák számára. Búzából már nem annyira a fényes a helyzet, országosan 4,2 tonna per hektár termés átlaggal. Messze elmaradunk minden előző év átlagától. És sajnálatos módon a csapadék az aratást követően sem jön, tehát nagyon nagy a veszély arra, hogy nem fogjuk tudni elvetni a repcét. Tehát ha itt nem jön legalább egy 80 milli körüli eső az elkövetkező hetekbe, akkor nem lehet magágyat készíteni a repcének. Persze, hát a repcét el lehet a porba vetni, reménykedve sok mindenbe, de hát az igen költséges. Szerintem nagyon sok gazda hasonló módon gondolkodik, de hát a talajokból ma már alsó hangon is 300-500 milli az, ami hiányzik, hiszen végig, több mint egy méter mélyig teljesen száraz a talaj. Tehát szó sincs arról, hogy majd eléri a gyökérzóna azt a vízadó réteget, amiből táplálkozni tud, egyszerűen nincs a talajokban víz. És az időjárás hektikusságára csak egyetlen dolog, ugye a nyugati ország részben most már olyan 340 körüli csapadékmennyiség volt az évben, Mezőfalva és környékén 225 körüli. Nyilvánvaló a hektikusság miatt ez pár kilométeren belül is bizonyos értelemben változó, de átlagszámról van szó, és a legkevesebb eső a Hortobágyon esett egy 4-5 nappal ezelőttig, ugye 80 milli körül, 82 egész pontosan, és most ott leesett 85-90 milli. Mielőtt folytatnánk, közben látni fogunk egy térképet, hazánk térképét, ez egy asszály térkép. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes és tanulságos ezt így megtekinteni, hiszen láthatjuk, hogy a nyugati megyékben Győr-Sopron, Zala megyében helyek közzel azért még jó a helyzet. Északon nem különben, tehát Nógrád, viszont az Alföld, hát nem szoktam ilyen kifejezéseket, jelzőszerkezetet használni, de hát az rátekinteni is borzalom, hiszen ahogy említette az imént, ott teljesen sötétbe borul, ha úgy tetszik. Igen, azért fontos ez a szájtérkép, mert egyrészt szerencsére ma már a meteorológiai szolgálat biztosítja mindenki számára elérhető módon, hogy ezt megnézze. Ami sajnálatos, hogy az elmúlt időszak csapadékai nem változtatták alapvetően meg a talaj vízhiányát. Ezért lényeges ez, hogy lássuk, hogy ahol leesett 80 milli csapadék is, egyszerűen a talaj
állapota nem változott. Most lehetséges, hogy egy része elfolyt, nem ivódott be, de most ez más kérdés, tehát az aszály, a talajok aszály állapota és vízhiánya országosan továbbra is óriási. És ez hát nyilvánvaló kihatással van a még kint levő növények tekintetében, és kihatással van a jövő évi termés tekintetében, és hát a legjobban sújtott ágazat az állattenyésztők, hiszen az állattenyésztőknek nincs meg a tömegtakarmányuk, nincs meg a kellő mennyiségű szénájuk, nem lesz meg a silójuk, és ami silójuk megvan, mert kényszer silózásba be kellett hozni, annak a beltartalmi értéke nyilvánvaló keményítő hiány miatt, a szemek hiánya miatt, hát majd, hogy nem csak paródiája az igazi silónak. Tehát abból jó minőségű, illetve nagy mennyiségű tejet termelni bizony igencsak nehéz lesz. És itt azért az Agrárgazdasági Kamara messze kiáll a gazdákért azokba a kormányzati intézkedésekbe, amiben az aszálykáj enyhítését célozza, hiszen jeleztük, hogy valamilyen módon a tehenészetek vonatkozásában meg kell nyitni azt a szállítási kedvezményes lehetőséget is, ami a szemes terményekre vonatkozik. Hiszen egyelőre ez csak a szálas és növektakarmányokra vonatkozik, de hát nyilvánvaló, hogy silót nem lehet az ország másik feléből azért idehozni, már csak azon oknál fogva sem, ahol van szemtermés, ott azt inkább be fogják takarítani, mint hogy silókukoricaként ilyen értelemben eladják. Tehát folyamatos kapcsolat van az Agrárgazdasági Kamara és a minisztérium között, és hát amit a minisztérium kihirdetett, 5 pontot a gazdák megsegítésére, és ezen kívül is folyamatosan jönnek ki újabbnál újabb intézkedések a gazdák megsegítésére. Ebbe az egyeztetések eddig is folyamatban voltak, és ezt követően is folyamatosan megtörténnek. Én kérek tisztelettel minden gazdát arra, hogy a falu gazdászokkal vegye fel a kapcsolatot, ha nem ismeri ezeket a jogszabályokat, mert ebbe nagyon sok olyan van, amelyik jogvesztő határidővel bír. És nem lenne szerencsés, hogy a bármely gazdát kár érné, illetve az őt ért kárt részben nem tudná enyhíteni azzal a segítő intézkedés csomaggal, ami a kormányzatnak megvan. Csak pár gondolat gyakorlatilag ezekről. Értelemszerűen itt van a hitelmoratórium. Tehát jövő év végéig az a gazda, aki kéri akár kamatra, akár az egész törlesztésre hitelmoratóriumot kaphat. Itt is szeptember közepe körül van egy jogvesztő határidő, amíg ezt be kell jelenteni. Tehát gyakorlatilag ez a likvid pénzek megsegítését szolgálja, és mindenki egyénileg látja, hogy milyen anyagi helyzete van, hogy csak a kamatmoratóriumot kéri, vagy a törlesztési moratóriumot is. Utána van az úgynevezett szállítási segítség és dotáció, ami azt jelenti, hogy minden egyes aszályt szenvedett gazda, aki tömegtakarmány hiányba szenved, 3000 kilométerig, kilométerenként 300 forint összegbe állami támogatás, dotációt kap a szállításra. Most ez nem kevés pénz nyilvánvalóan, és kérek minden gazdát, hogy ezt is a lehetőség függvényébe akkor rögzítse, és természetesen hozzá kell tennem, hogy mindazokra a szállításokra, ami igazolva van számlával, igazolva van teljesítéssel, azokat majd az Agrárgazdasági Kamarának kell beadni, és a kincstár fogja kifizetni. Ezen kívül erre összesen gyakorlatilag 3 milliárd forint áll rendelkezésekre a országosan ebbe a pillanatban kormányzati pénzekből. Ezen kívül 1,4 milliárd forintot kapnak azok a
vízelosztó főművek, tehát öntözési főművek, amelyik a megnövekedett igények vonatkozásába biztosítani kell energiaszolgáltatás tekintetében a víz átemelést, a víz továbbítást, hogy minél több ember tudjon öntözni. És természetesen mindenféle bürokratikus jogszabályok időlegesen fellettek függesztve, tehát mindaki bead öntözési igényt, annak a elbírálását rövid időn belül és igen válasszal kell megadni. Még ha a vízjogi engedéllyel nem rendelkezik, akkor is ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100 hektáron 120 milli öntözést tud így végrehajtani ezzel a extra a engedéllyel, amit a hatóságok meg fognak adni, és akinek öntözési lehetősége van, az a felszíni vizekből ezt, amennyiben nyilvánvaló van, meg tudja tenni, és mindenféle eljárás ellentesül következésképpen a legfontosabb vízjogi engedély nélkül is igyenlő választ fog az öntözési kérelmére kapni. Természetesen vízjárulékot nem kell fizetni, mert hát március 21 óta ki van hirdetve a vízhiányos állapot, tehát még ilyen értelemben költség többlete sem lesz. Ezen kívül nagyon felhívnám a gazdáknak a figyelmét a kárrendezési alapba való bejelentkezés és bejelentés tekintetében mindazoknak, akik nyilvánvaló befizették ugye ezt az összeget, mert azok jogosultak arra, hogy az aszálykárt mindenképpen jelezzék, és itt azért fontos, hogy jelezzék, mert ugye ha csak a betakarítás előtt 15 nappal fognak szólni, hogy akkor észlelhető igazából, akkor olyan tömege lesz az országnak, tömegbe lesz, amit meg kell tekinteni, hogy képtelen lesz az apparátus ezt elvégezni. Ráadásul ugye a jogszabály azt mondja ki, hogy az észlelést követően 15 napon belül. Na most én elfogadom azt, hogy az észlelés az mindig azért hát nehezen meghatározható időpont egy aszály esetében, de azért ahol látszik, ahol pillanatokon belül már az egész növény elszáradt, ahol csőképződés nincs, ott kérem tisztelettel jelezzék, ne csak a betakarításkor, hiszen ott már fölmérhető, hogy bizony 80%-os, 70%-os, és hagyd ne soroljam, hogy mekkora aszályok vannak. Ez azért is fontos, mert a kártérítés nem azon alapszik, hogy 30%-kal több vagy kevesebb termés lesz az elmúlt évhez viszonyítva, hanem az elmúlt 5 év átlagát kell figyelembe venni oly módon, hogy a leggyengébb termés átlag és a legtöbb termés átlag kiesik belőle, és az átlagos 3 évnek az átlagához mért való termés kiesés a mérvadó. Sajnálatos módon ez most kevésbé nivelláló tényező, hiszen majd, hogy nem mindenütt ennél több lesz a termés kiesés. Emellett, akinek volt aszálybiztosítása, hozambiztosítása biztosítókkal, tehát nem az előzőekben említett rendszerbe, azoknak pedig az elbírálást követően, a bejelentést követően 15 napon belül ki kell fizetni a kárt. Emellett értelemszerűen a kormányzat törekedni fog arra, hogy október folyamán minden olyan előrehozható támogatás kifizetésre kerüljön, amely a gazdáknak a likviditását, továbbélését biztosíthatja. Ezentúl megjelent a rendelet, kérem ezt is, hogy alaposan tanulmányozzák át, hogy milyen módon lehet állattenyésztőknek legelőhiány miatt jó húsmarha vonatkozásában, most minden állatfajt ne soroljak föl, a létszámot bizonyos körülmények között átmenetileg csökkenteni, szankció nélkül, akár a beruházási támogatások, akár pedig különféle állatjóléti egyéb támogatási szinteken, hiszen egyszerűen nincs meg objektíve az a takarmány mennyisége, amivel megfelelő módon
el tudná látni az állatait. Tehát ebbe is lehetőségek vannak. Ugyanez vonatkozik arra, hogy nagyon alacsony szinten, de meglettek határozva a termeléshez kötött támogatások minimum szintjei. Nem sorolom most el, szójától kezdve nyilvánvaló különféle más fehérje növényeket is beleérte. Ezekre is legyünk figyelemmel, és mindenképpen, aki termeléshez kötött támogatásra jogosult, az éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen az előző éveknek a magasabb termésátlagi szintjei jóval alacsonyabbá lettek, vagy alacsonyabb szinten lettek meghúzva, pont azért, hogy a gazdák hozzájuthassanak ehhez a támogatáshoz. Még sorolni tudnám nyilvánvalóan a további ilyen lehetőségeket is, de azt hiszem, hogy nem akarok ennyi adatot a kedves nézőkre zúdítani. A lényeg az, hogy a kamara bizonyos értelemben napra kész, a kormányzattal napi kapcsolatban van. Itt az asszály veszélyhelyzeti operatív törzsbe való részvétele is egyértelmű, hiszen azért lássuk be, hogy ez a operatív törzs megalakulás, akkor ez egy kormányzati törzs. A kormányzati törzsbe a kamara részéről, ilyen értelemben a Magosz részéről a Jakab István úr is ott van, hát mint kormányzati tényező is bizonyos értelemben, és a kamarának az elnöke is, Györfi Balázs úr is részt vesz. Tehát ez azért fontos dolog, hogy egy ilyen operatív törzsbe, amelyik még egyszer hangsúlyozom, kormányzati indítatású, a kamara a legmagasabb szinten is képviselve van, úgyhogy a napi döntések vonatkozásába mindazokat a gyakorlati információkat biztosítani tudják, ami a gazdák vonatkozásába van, és itt nem említek további energiadolgokat, hogy a traktorok még ebbe a vészes időbe is a benzinkutaknál, a töltőállomásokon ugye tudnak megfelelő módon gázolajat tankolni olcsóbb áron, tehát ez az intézkedés továbbra is ilyen értelemben fennmaradt. Ugyanakkor, hogy folytassuk ezt, egyrészt üdvözlendő nyilvánvaló, hogy az Agrártárca, illetve a Kamara és a Magosz összefogott ez ügyben, hiszen ez egy előremutató terv. Másrészt folytassuk a vízgazdálkodással, hiszen az, ami ez egy jelen intézkedés, viszont a jövőt szolgálja Nagy Istvánnak az a gondolata, amit már meghirdetett, hogy a vízgazdálkodást teljesen át kell alakítani, és a jövőt figyelembe véve megvalósítani. Mert hogy azt nagyon is jól tudjuk, hogy a vizeinket nem használjuk kellőképpen, mondhatjuk, hogy semennyire. Az öntözésre gondolok elsősorban, tehát jön Duna, Tisza, tehát azokat a vizeket, amelyek átfolynak az országon, kevéssé használjuk, és ennek bizonyos értelemben most szenvedői vagyunk. Egy kicsit elgondolkodtam ezen a kérdésen azért, mert ez már nagyon régóta napi renden van, és itt két dolog jutott az eszembe. Egyik Beszédes József 1840-ben azt mondta, hogy házadnak udvaráló az eső levét, eső és hónak levét ki ne enged használatlanul. Hasonlatos módon határodból, vármegyédből, országodból vizet használatlanul ne engedj tovább, mert ez Istennek kegyes, ingyenes ajándéka. Mondták 1840-ben, és bizony azt kell mondanom, hogy ennek az aktualitása ma is egyértelmű, annak ellenére, hogy számtalan víz öntözőművünk van, számtalan csatornahálózat épült meg, tehát öntözés tekintetében a kormányzat is pontosan tudja, hogy az a intézkedéscsomag, ami akkor bőségesnek tűnt, hogy 10 év alatt 170 milliárd forint kerül a másodlagos csatornaművek felújítására, amiből egész pontosan 49 ezer kilométernyi van Magyarországon, és plusz még 5600 körüli a magánkézbe levő. Tehát ha
így belegondolunk, nagyon nagy csatorna hálózattal rendelkezünk részbe, kevesebben, mint más nyugati országokban, de most ez más kérdés, ez sem kevés, ugye, mert ha egyszerűen eljutunk odáig, hogy a különféle mesterséges gátakkal, áteresztőkkel ezt a csatorna hálózatot feltöltve tartjuk, tehát nem úgy, hogy éppen csordogál benne a víz, hanem a zsilipek zárva vannak, úgymond mindaddig, vagy csak kevésbé működnek, amíg feltöltésre nem kerül, és azt a szintet tartjuk, akkor az önmagába közel 1 millió hektárnak a átszivárgó vízellátását fogja biztosítani. És azt kell mondanom, hogy sokszor ez nem is szükséges, hogy a csatornahálózat felújításra kerüljön, hanem egyszerűen fel kell tölteni a csatornáinkat. Tehát az, amit szerkesztő úr is említett, hogy Magyarországon az átfolyó vizek mennyisége vonatkozásába a világ elsők között vagyunk, tehát az egy lakosra jutó átfolyó víz mennyiségbe, addig sajnálatos módon 8 köbkilométerrel több vizet engedünk ki az országból, mint amennyi befolyik. Tehát amíg idézőjelben ilyen pazarlóan gazdálkodunk a befolyó vizekkel, amelyiknek a mennyisége nyilván lényegesen csökken a aszályos időszakban, hiszen Európa szerte aszály van, nem regionális aszály van Magyarországon, hanem Európa szerte. Az ideje nagyon arid és nagyon-nagyon nehéz körülmények között gazdálkodnak az emberek más országokba is. Ez bizony azt jelenti, hogy nekünk ebbe az öntözésbe nagyon erőteljes lépéseket kell az elkövetkező időbe végezni, amellett, hogy bizony a gazdáknak azokat a vízmegőrzéses talajművelési technológiákat most már elodázhatatlan módon magukévá kell tenni, ami persze azt jelenti, hogy a abszolút vízhiányba lehet vízmegőrzéses technológiát folytatni, hogyha nincs víz, de amikor van víz, azt meg kell őrizni, és adott esetben tavasszal nem a szelek szárnyán a levegőbe engedni, hanem a talajban megtartani a növények számára, de ez egy külön megbeszélést is képezhet, és képez is majd a kamara vonatkozásába, ahol ezzel kapcsolatban mindenképpen olyan roadshow-kra kerül majd sor, ahol a gazdáknak a tájékoztatására sor kerül a tekintetben, hogy milyen kormányzati intézkedésekbe tudnak bekapcsolódni az öntözés tekintetébe, és milyen saját megoldásokat tudnak kialakítani a öntöző víz megtartása, felszíni tározása, és hát különös módon a vízmegőrzési technológiáknak a mindszélesebb körű alkalmazása vonatkozásában. Nos, hát a mai műsoridőnkben ennyi fért bele, viszont nézőknek mondom, hogy természetesen folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen ma a búzáról, illetve a vízgazdálkodásról esett szó, a későbbiekben pedig kell, hogy beszéljünk a kukoricáról, a napraforgóról, illetve a kenyérárváltozásokról is. Önnek megköszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önnek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.